Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy könyves unhaul videó lesz. Ugyanis van néhány könyv a polcomon, nem olyan túl sok, mert próbálok inkább olyan könyveket venni, amiket valószínűleg meg szeretnék tartani, de van néhány könyv a polcomon, amit már nem annyira szeretnék megtartani. És ezért most ebben a videóban ezeket fogom bemutatni, és ha nem felejtem el, akkor valamikor fel is teszem őket Mojon eladásra. Mondjuk nem biztos, hogy el fogom tudni őket annyira könnyen passzolni, mert angolul van a nagy részük, szóval ez nehezíti a dolgot, de majd valahogy kitalálom, hogy hogyan szabadítsam fel az ő helyüket a polcomon, és lehetőleg egy olyan gazdát keresni nekik, aki jobban meg tudja őket becsülni, mert ezek a könyvek annyira nem lopták be magam a szívembe, és semmilyen szentimentális értéket nem érzek irántuk, úgyhogy szeretném mielőbb eltüntetni őket, mert kb. Ennyi hely van a polcomon jelen pillanatban, és igen, valószínűleg az kelleni fog más könyveknek, úgyhogy sajnos valakiknek mennie kell, és azok ezek a könyvek lesznek. Az első könyv, amit megvettem, és szinte az első oldalán, mert rájöttem, hogy nem kellett volna, az a Percy Jackson és az Olimposziak sorozathoz kapcsolódó, mondhatni kiegészítő sztori. Nem az, nem kiegészítő kis kötet, nincs benne semmi hasznos info, de ez az Ultimate Guide nevet viseli. Ilyen roppant menő, csattos könyvecske, vannak benne a szereplőkről kártyák. Az összes meg van hozzá, rá van írva hátuljára, hogy mi a neve, kinek fia borja, meg ilyenek. Mondjuk én ezt a fajta karakterábrázolást annyira nem is szeretem. Hát és akkor ilyen mindenhonnan összeollózott infók vannak végül is a Percy Jackson sorozathoz kapcsolódóan, de semmi értéket nem ad hozzá, úgyhogy ettől meg szeretnék szabadulni, mert akkor, mikor megvettem, elolvastam, és azóta konkrétan mindig oda teszem, ahol van éppen odafér, mert nem is akarom feljebb tenni, mert semmi értelme tartogatom ezt a könyvet. A második könyv, ezt nagyon sokat szidom, hát ha valakinek tetszene, esetleg nem tudom, fogalmam sincs róla, ez Hannah Rich által The Shadow Year, rüheltem ezt a könyvet, de tényleg most már eldobtam, amúgy a rohadék, még ráadásul baja sem lett, tehát hogy áthajítottam két szobán át, és semmi baja nem lett, meg se gyűrődött. Semmi. Tök jó állapotban van, pedig eldobtam. Más könyvemet elhajítom, azonnal megsérül. Ez bezzeg nem. Ez nagyon rossz könyv volt. Tehát így alapjáratban a sztori az az, hogy két szálon fut, jelen, múlt, és akkor majd összekapcsolódik, hogy a nem tudom mikor, 80-as években, igen, akkor néhány barát egy elhagyatott kis cottage-ba költözik, és akkor ott próbálnak megélni, mert nem akarnak elmenni egyetemre, és ilyen egzisztenciális krízisük van, és történnek dolgok, nagyon irritáló dolgok, vagy hát engem nagyon irritáltak azok a dolgok, és akkor 30 évvel később meg frissen elvetélt anyuka megy oda, mert keresi az élet értelmét, hogy akkor hogyan ne tegye tönkre a házasságát és dolgok, vagy hát hogyan ne roboljon meg a házassága még jobban, és akkor így összeollózódnak az események, és kiderül, hogy húha, mi történt, és nagyon rossz könyv volt. Szóval ez az, amit még gondolkodok, hogy megpróbáljak-e neki szeretőbb gazdit találni, mintha egy kis állat lenne, úgy mondom, szóval egy embert, aki esetleg érdeklődik iránta, vagy csak vessem tűzre télen, mert jó lesz vele befűteni. Ez a jó, hogy nem fizettem érte sokat. Ja, és egyébként angolul van, szóval azt hiszem 4 darab magyar könyvet fogok mondani, most először angolokról beszélek. A másik könyv Kiara Gerachtitól, a Now That I Found You. Amúgy erre kb. Ma jöttem rá, hogy ír könyv, tehát a Barangolás Európában hoz jól jött volna, de mindegy, már régen olvastam, meg utána indítottam el a Barangolás Európában, úgyhogy tök mindegy már. És amúgy meg elég rossz könyv volt, azt hiszem végül talán megadtam neki a 3 csillagot, de különösen nem élveztem, ez egy
hát ilyen felnőtt, romantikus könyv próbált lenni. Volt benne egy apuka, akit elhagyott a felesége, mármint hogy nem váltak el konkrétan, csak elhagyta, mert bipoláris és lelépett. És van benne egy nő, aki meg autóbalesetet szenvedett, és úgy elvesztette a férjét. És ők összefutnak, és ja, róluk szól a történet, de engem különösebben nem fogott meg, és nem nekem való volt, meg nem éreztem át a problémát, meg nagyon nem tudtam értékelni, úgyhogy ettől sem megszabadulnék. Amúgy az a poén, hogy tavaly egyszer vettem egyszer egy csomó könyvet, mármint 6 darabot nálam, az már sok, és abból 4 benne lesz ebben a videóban. Az nem volt egy jó vásár, de azt már megbántam elég rég. Igen, a következő Sarah Silverwoodtól a The Double-Edged Sword, ez egy fantasy. Nem volt rossz, de nem volt különösebben jó sem. Az a lényeg, hogy így dimenzióváltások vannak benne, átmegyünk egyik Londonból egy másik Londonba, és akkor ott így varázslók is volt, nem is emlékszem azt. Az a lényeg, hogy voltak valami lovagok, meg van ez a két élő kard, és eltűnik valaki, aki így a világ nagy kérdésére tudja válaszolni, valami ilyesmi volt a történet, nem emlékszem. Nem volt jó könyv, 3 csillagot adtam neki, mert amúgy nem volt olyan túlzottan rossz se, de tök feleslegesen van meg, főleg, hogy egy sorozat, és soha nem fogom elolvasni a további részeit. James Berkeley-től az Elves sorozat első része, és ennek az a címe, hogy Once Walked with Guts. Nem volt rossz könyv, jó is lehetett volna, és csak azért nem fogom elolvasni a kötet további részét, mert ez is 3 részes, és még érdekelne is, mert amúgy jól meg van írva, meg érdekes, csak a könyv 3/4 elmegy azzal, hogy részletes csatajeleneteket írnak le, meg ilyen harcjeleneteket, és annyira részletekben menően, és annyira hosszan, hogy az már teljesen érdektelen, és utána konkrétan a könyv végét úgy olvastam, hogy csak a párbeszédeket, és mert nem bírtam végigolvasni a csatajeleneteket, tehát így láttam, hogy ó, jó, most harcolnak, akkor 10 oldal lapozunk, jó, itt van egy párbeszédes rész, akkor ezt olvasom, itt van info is. Szóval ezzel ez volt a bajom, amúgy jó volt, meg hát ugye ilyen tündék vannak benne, és biztos többet meg lehetne tudni a világról, mert ebben az első részben még elég hézagos a tudásom róla, de mivel nem fogom elolvasni a további részeit, felesleges tartogatnom, és nem is érdekel. Vagy hát letettem róla, hogy érdekeljen. Na, és akkor innentől a magyar könyvek. Kelly Oramtól a Szívzős terápia strébereknek. Igen, ezt 14 évesen vettem. Elolvastam. Akkor azt hiszem, azt gondoltam, hogy tetszik, de akkor sem voltam meggyőződve erről. Azóta meg rájöttem, hogy ez nem az én. Tehát ezek a lolos könyvek, ez nagyon nem én vagyok. És visszagondolva, amik ebben történtek, mindegyikre így mindenre így nem értem saját magamat, kísérleteztem könyvekkel, na. És hát nem, ez nem jött be. És mivel teljességgel 100%-ig tuti biztos vagyok benne, hogy nem fogom újraolvasni ezt a könyvet, mert azt hiszem túl vagyok azon a koron, hogy kicsit is tudnám élvezni, vagy nem tudom. Nem. A lényeg, hogy ez se kell már a polcomra, mert tényleg csak helyet foglal, 5 éve már kb, és mindig csak egyre lejjebb kerül, ahogy jön egyre több könyv, és akkor mindig csak a végére oda teszem, mert valahol tárolni kell. Aztán nem tudom, hát ha valakinek esetleg kell, vagy szeretné elolvasni, mert amúgy nem volt rossz annó, mikor olvastam. Azóta már lehet átértékelődött bennem a könyv. Egy 3 részes sorok, vagy hát azt hiszem 5 részes, 4 rész jelent meg belőle magyarul, nekünk meg van 3. Ez a Szélvarázs, nem, Időcsavar sorozat, Madeleine Langley-től. Ez amúgy egy klasszikus és gyerekkönyv, és felkapott is talán, sőt idén, nem, tavaly volt belőle egy film is, hát a film az, arról ne beszéljünk, tehát hogy a könyv sem volt túl jó, de a film az még annyira se. És akkor itt van az Időcsavar, csodálatos borítóval, a Szélvarázs, nem értem a borítót, és a Csillagvágta, ló van rajta, csak ezért tetszik, meg amúgy is szép a színe, de ennek van akár a legjobb borítója, tehát ez mi? Ez micsoda? Mindegy,
ezeknek a könyveknek az a sztoria, hogy igazából a nővérem kitette őket. Én meg úgy voltam, hogy hát akkor én befogadom őket, és majd elolvasom. Elolvastam, és azóta is csak a helyet foglalják, mert nem fogom megérteni a hype-ot ezek közül a könyvek körül. Lehet kisebbként kellett volna olvasnom, mert lehet kisebb gyerekeknek való, mint érteni, 17 évesen olvastam. Igen. Szóval szerintem ez nem nekem való könyv volt. De amúgy ez is ilyen fantasy, mert így mondhatni utazgatunk a világegyetemben több szinten, mert itt így a bolygók között, így messzire, emberi testen belül azt hiszem, tehát egy ilyen mitokondrium dolgok voltak benne, ebben meg az időben utaztunk. Szóval ilyen térhajlítás, meg ilyenek vannak benne. Fura volt, én ezt tudom ezekre a könyvekre leginkább mondani, hogy furák voltak. Aztán igen, mivel hogy igazából én befogadtam őket, de rájöttem, hogy nekem nem kellenek, aztán hát ha valaki szeretné őket, mert nekünk már nem kellenek. Hát igen, 9 könyv, nem olyan sok, de rengeteg helyet jelentene a polcomon. Úgyhogy, ja, ezeket most föl is teszem Moira eladásra, meg valahogy igen, ha esetleg valakit érdekelnének, akkor kommentben jelezheti nyugodtan. Hát jó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!